Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Érdi Városi Televízió ütköző című műsorát látják, és én azt hiszem, hogy a mai műsor talán valóban végre ütköző helyzeteket hozhat el, hiszen a 2005-ös esztendő értékelésére hívtuk össze az Érdi Önkormányzati Képviselőtestület frakcióvezetőit. Bemutatást minden esetre tartunk, bár szerintem minden nézőnk ismeri a jelenlévőket. Kezdjük legmesszebbről tőlem. Dr. Csőzik László alpolgármester úr, az SZDSZ frakció vezetője. Jó estét kívánok! Varga László tanár úr, az MSZP frakció vezetője. Segesdi János, a Fidesz frakció vezetője. És Kádár Kenese, a civil frakció képviseletében a frakció vezetője. No, én olvastam egy nagyon rövidet, mert hogy lényegében ezt a 2005-ös évértékelést önök a helyi újság hasábjain valamilyen formában már megtették, egy rövid néhány mondatos értékelést ott olvashattunk, és ez, megmondom őszintén, éppen ma akadt a kezembe ez a cikk, pedig már olvastam az Érdi Újságot. Talán ez a mai 3-4 órás beszélgetés egy kicsit bővebb lehetőséget nyújt az értékelésre. Azt szokták mondani, hogy a politikai hírszerkesztésben országosan úgy kell eljárni, hogy mit tett ma a kormány, és mit szól ehhez az ellenzék. Hát akkor most nem a város vezetésnek adjuk meg szinonimaképpen először a szót, hanem az ellenzéki oldalnak, hogy a mit tetthez, a mit szól hozzát mondják el. Tehát 2005, kezdjük akkor Segesdi Jánossal, mint a nagyobbik. Nagyobbik egyáltalán a Fidesz, a nagyobbik ellenzéki frakció. Gyakorlatilag abban nyilatkozatban összefoglalva benne volt a véleményünk. Igazából a város gazdálkodási helyzete nem stabil. Tehát akkor, amikor a működési költségeinket folyamatosan a vagyontárgyaink eladásából tudjuk csak biztosítani, akkor kérdéses a város jövője. És ez nyilvánvalóan egy felelős ellenzéki politizálást folytató csoportot mindenképpen aggasztania kell, mert nem engedhetjük azt meg, hogy a jelenlegi pillanatnyi sikerek érdekében a jövőt feláldozzuk. Értem. Kádár Kenese, civil frakció, ami ugye ellenzéki, igen, de civil szemszögből ezt mindig hangsúlyozza. Civil szemszögből, árnyalatnyival más, ez természetes, de a végkövetkeztetésünk hasonló, amint le is írtuk. Örülünk egy részről mindannak, ami szép és jó is megvalósult. Tehát például a Bajcsi-Zsilinszky út burkolásának, körforgalmak létrejöttének. Már nem egyértelműen örülünk bizonyos bevásárlóközpontok létrejöttének, mert a mi életszemléletünk az, hogy nem biztos, hogy ez a legfontosabb a város életében. Nagyon sok fiatal szeret ottan McDonald'sba járni, sokan vásárolnak ottan, de mi azt is figyelembe veszük, hogy ez miatt körülbelül 60 kiskereskedőnek be kellett zárni, és majd bekényszerül, ahogy egyesek meg szokták fogalmazni, rabszolgálnak ezekbe a kis üzletekbe. A nagyobbik baj az, hogy ezekhez a lehetőséget a város vezetése úgy teremtette meg, hogy az ingatlanokat mélyen, nyomott áron, áron alul, és hát nem egy esetben szabálytalanul versenyeztetés nélkül adta el. Lássuk a városvezetés, gondolom, szöges ellentétben álló véleményet, aztán innentől kezdve nem kell rám hagyatkozni majd a szó megadásában, vagy ide-oda pattogtatásában, válaszoljanak nyugodtan egymás szavaira, akár az én kihagyásommal, és csak ne vágjanak egymás szavába majd. Jó, hogy vezényled, mert azért nem vágjuk egymás szavába, itt vagyok, igen, természetesen. Hát melyik a nagyobb idősebb párt? Idősebb jogán, a nagyobb jogán. Tanár úr. Értem, hogy az idősebb jogán. Nem a következő ezzel kapcsolatban el kellett indítani a város fejlődését mindenféleképpen. A lehetőségek határáig elmenve kellett megoldani mindazt, ami a korábbi időszakban nem valósult meg. Jó volt hallani, amit Kenese mondott, hogy a körforgalmak épültek, vitatkozni lehet azon, hogy pont ilyen bevásárlóközpontok kellettek-e vagy sem. Az odajáró emberek a száma azt mutatja, hogy szükség lett volt rá, sőt, azt is el lehet mondani, aki járt ott a hétvégeken. Egy olyan környezetet teremt például a Stop Shop,
ahova az emberek szívesen elmennek találkozni, sétálni, nézelődni, és valahogy hangulatosabbá vált a környék ezáltal. Ami az eladásokat illeti. Igen, korábban is történtek eladások. Ebből valójában a működés lett finanszírozva, úgy, ahogy finanszírozva lett. Most is ehhez az eszközhöz kell nyúlni. Nagyon csínyán bánunk egyébként ezzel a dologgal, nem igazából erőltetjük. A legszükségesebb esetekben lépjük csak ezt meg. Hát ilyen szükséges eset volt például most ez a hatalmas esőzéssel járó július és augusztus. Ezek plusz kiadásokat jelentettek. Még egy gondolat az, ahhoz, hogy áron alul vagy sem. Ha simán egyszerűen csak a kifizetett vételárat nézzük, akkor lehet, hogy igaza is van Kenesének. De nézzük meg, hogy mi az, ami ennek a beruházásnak közvetlen velejárójaként megjelent a városban. És hát elmondhatjuk azt is, hogy igen, ebben az építkezésben nem a az üzletház falánál fejeződött be a dolog, hanem a környezetét is mi beleértettük. És hogyha így nézzük a dolgot, akkor úgy gondolom, hogy tisztességes árat kaptunk ezért az üzletért. Ha jól emlékszem, fiatalosabb, lendületesebb várost emlegetett Csőzik László az újságcikkben. Tettem ezt azért, mert nem csak életkoromnál fogva, hanem habitusomnál fogva is azt gondolom, hogy ez a város elbír még néhány lendületet, tehát lehet még ezt hozzátenni dinamizmust jócskán. Arról van szó szerintem, hogy 2002 végén az önkormányzati választásokat követően fel kellett tennünk magunknak a kérdést, hogy hajlandóak vagyunk-e felvállalni mindazokat a konfliktusokat, amelyek azzal járnak, hogy a korábbi, hát ilyen vegetatív időszaknak végre hátat fordítsunk, és a várost egy teljesen más pályára állítsuk. Tehát ehhez bizony racionalizálnunk kellett az intézményi hálózatot, az intézményi szférát, meg kellett változtatnunk bizonyos döntési mechanizmusokat, át kellett alakítanunk a város hagyományos politikai életét. Lehet azon vitatkozni, hogy kellő volt-e és indokolt volt ez a fordulat. Én mindenképpen azt gondolom, hogy igen. Tehát új pályára állt ért fejlődése, és ennek a ciklus közepe felé, valamennyivel korábban, mint a közepe, meg is lettek az eredményei. Ahogy fogalmaztam az említett cikkben is, sikerült áttörést elérni végre a fejlesztések frontján. Tehát amíg korábban most a rendszerváltás utáni időszakról beszélünk, zömmel természetesen, hiszen arra van rálátásunk, nagyon-nagyon kevés forrás jutott a város költségvetéséből éves szinten fejlesztésekre, néhány 10 millió, vagy alig-alig érte el ez a 100 millió forintot, addig 2004-től kezdődően fokozatosan meg tudtuk találni azokat a lehetőségeket, amelyen keresztül elindulhatott az útprogram, ami talán Érd életében a legfontosabb, hiszen tragikus infrastruktúrális körülmények között élünk még ma is, és ezen bizony változtatnunk kellett. Ehhez olyan súlyos döntések kellettek, mint például a szemétszállítási díjnak az újra történő bevezetése, és az intézményi hálózatnak a reformja is, finanszírozásának a reformja. Tehát ez elindult egyfelől. A másik fontos különbséget én abban látom, hogy szemben a korábbi három ciklussal ez a koalíció, ez a vezetés megpróbálta a lehető legtágabbra nyitni a kapukat az úgynevezett beruházók, vagy hát a csúnya szóval élve a tőke előtt. És föl is állítottunk egy olyan működési elvet, vagy hát filozófikus modellt, amikor azt mondtuk, hogy szívesen látunk itt beruházókat, szívesen látunk működő vállalkozásokat és fejlesztéseket is, de minden esetben azt kérjük ezektől a potenciális beruházóktól, hogy áldozzanak a város oltárán, tehát adjanak hozzá ők is a maguk eszközeivel novumokat, fejlesztéseket Érd város szerkezetéhez és települési fejlesztésének színvonal emeléséhez. Ilyet tudok jó néhányat említeni, hiszen a körforgalom építése, a buszpályaudvar átépítése az egyik oldalról, a másik oldalról egy áruházlánc esetében a szennyvíztisztító korszerűsítése és szintén egy dupla körforgalom építése jelzi azt, hogy működhet ez a modell. Most a BEM tér pályázati kiírása történt meg legutóbb, tehát Parkváros központjában szeretnénk hasonló fejlesztéseket látni. Tehát én abban ragadnám meg ennek az áttörésnek a megfogalmazását, hogy egyfelől tehát a város költségvetési szerkezetén próbáltunk meg nagyon drasztikusan változtatni, szerintem az eredmények minket igazoltak, másfelől pedig megpróbáltuk becsologatni, illetve hát beengedni azt a tőkét, ami reméljük, hogy minél több munkahelyet is fog majd adni M6-os mellett, másrészt pedig fejlesztéseket is eszközölt a városba, olyan
fejlesztéseket, amelyek az adófizetők pénzén kívül hoztak újításokat. Igen, aztán... Nekem erről egy indián közmondás jut eszembe. A Dakota, igen, hogy a jövőnket az unokáinktól, a földet az unokáinktól kapjuk kölcsön. Mi, városi képviselők, a várossal kapcsolatos teendőinket, gondjainkat a város jövőjétől, a város ifjúságától kapjuk kölcsön. Mert valóban igaza van Csőzik alpolgármester úrnak, elindultak itt bizonyos nagyon szép, nagyon látványos folyamatok. Csak hogyha haladunk, akkor én azt mondom, hogy a bölcs rómaiakhoz nyúljunk vissza, festina lente, tehát bölcsen haladjál. Ugyanis az előbb felsoroltak valóban megépültek, de forradalmi áttörés történt ezen a téren, az kétségtelen, de forradalmi letörés történt a város költségvetését illetően. Körülbelül 500 milliárd a eladósodásunk olyan tekintetben, hogy várják szerencsétlen beruházók, itten munkát végzők, útépítők, iskolákat festők, érdi kisiparosok, érdi beruházók, akik érd új vezetésétől várták volna etéren is a felvirágozást, hogy ők stabilan gazdálkodhassanak, stabilan vállalkozhassanak. Ehelyett csődbe fognak menni tömegével. Nem beszélve arról, hogy körülbelül olyan 800 millió forint negatívumban áll a hitelállományunk. Tehát áttörés az egyik oldalon a látványok tekintetében, de valami rémképet felvázoló, aggasztó jövőkép a költségvetési helyzet tekintetében. Hogy fogunk itt a jövő évre költségvetést csinálni? Na, erről is beszélünk majd a költségvetésről. Akkor most hadd tegyek fel ennek kapcsán egy kérdést, ugye itt a stabilitás meg a pénzügyi egyensúly többször szóba kerül. Hadd sarkítsam ki úgy a kérdést, hogy most stabilabb vagy most bizonytalanabb az érdi gazdasági helyzet, vagy 2002-ben volt az, amikor én emlékszem, hogy 2003 elején a város előző jegyzője egyenesen csődöt akart jelenteni. Tehát mikor volt ha megengedik, stabilabb, akkor illetve bizonytalanabb? Én is szeretnék néhány szóban reflektálni, és arra is, amit ilyen kis illaködökben végighallgattunk itt, hogy mi minden történt. Való igaz, hogy az épületek falánál nem állt meg az építkezés, de ezt a város nagyon drága pénzen vette meg. Nagyon drága pénzen. Eladtunk vállalkozásoknak területeket, és utána azt mondtuk, hogy ha ők beruházást csinálnak ahhoz, hogy ők működni tudjanak, akkor mi engedményt adunk. Na hát ilyen nincsen, hiszen a közlekedés és a kereskedelmi törvény pontosan leírja azt, hogy az üzletek megközelíthetőségét az üzletnek magának kell biztosítani, tehát hogyha csak körforgalommal lehet ezt megoldani, akkor ezt meg kell építeni, ezért nem kell nekünk se 230, se 300 millió forint ajándékot adni egy vállalkozásnak. Ha pedig egy volánbusz szerződést köt egy beruházóval, hogy a saját ingatlan tulajdonáért cserében a beruházó épít egy új buszmegállót, vagy buszpályaudvart. Ráadásul ugye azzal is vitatkozni kell, mert épeszű város tervező mérnök a város központjában ma már buszpályaudvart nem épít, tehát a városnak, hogyha valakinek ilyen ötlete lett volna, mindent meg kellett volna azért tenni, hogy itt csak az átmenő forgalom legyen meg a buszpályaudvarnál, hiszen meg kell nézni, ha megkérdezi valaki a közlekedő embereket, én szívesen elbeszélgetek velük, ők leszállnak a Budai úton, a Budai úti megállóba, és a buszpályaudvarra már nem mennek be, mert sokkal nehezebb onnan kikeveredni, akár a vasúthoz, akár egyéb máshoz, mint egyszerűen átvágni az úton és az üzleteket, vagy bármi mást megközelíteni. Arról nem beszélve, ugye éppen napokban olvastam egy reflektálást arra, hogy hogyan tudnak kijönni a buszok a buszpályaudvarról. Arról pedig igazából itt most a kamerák előtt nem nagyon érdemes mesélni, hogyha lejövünk a lépcsősoron is, és onnan a vasút felől megközelítjük a kereskedelmi egységnek az épületét, hogy milyen illat és látvány tárul az ember elé, amikor végigmegy ezen. Arról nem beszélve, hogy megkérdezem azt, hogy akkor, amikor egy ködös téli estén a kipuffogó gázoktól telített katlamba valaki
több időt tölt, és itt meg kell kérdezni az üzlettulajdonosokat, akik ott árulnak, hogy milyen légszennyezési értékeket mérnek ott időnként, mert a buszok ugye természetesen spórolnak, nem állítják le a motorjaikat, pufognak. A kipufogó gázok ott maradnak abba a katlanba, senki nem foglalkozott azzal, hogy a szellőzését ennek megoldja. Tehát át kellett volna ezt gondolni, ugyanúgy, ahogy a főváros megteszi azt, hogy a központból kiköltözteti ezeket a nagy forgalmú és nagy közlekedést koncentráló dolgait. Nézzék meg, Budaörs nem a saját város központjába építette a kereskedelmi egységeket, hanem a város szélére. A főváros, a Kampónát nem a város központba, vagy akármelyik nagy ilyen bevásárló központját nem a Citybe építette, hanem a város szélére, hiszen az amúgy is katasztrofális közlekedési viszonyokat kár volt még azzal tetézni, hogy oda koncentráltuk a forgalmat. Akármelyik körforgalmunkat nézzük meg, nagyon drága pénzt fizettünk azért, hogy ezt gyakorlatilag a kereskedelmi egységek ők megépítették. Egy, nem pályáztathattuk meg a munkát, és most látszik, amikor a város az ETV értékesítésénél kiírta a pályázatot, ugye akkor is az ellenzék nagy-nagy hadakozása mellett kellett, ugye, mert élből akarták eladni. A pályázat rögtön megháromszorozta az előre betervezett összeget, az eladási összeget. Ezeknél a dolgoknál ugyanígy lett volna. Óriási bevételektől esett el a város, és gyakorlatilag azt vettük meg, ami egyébként törvényileg járt nekünk. Nem dolgom vitatkozni senkivel, csak nekem rögtön eszembe jutott, amikor az egyik plázát megemlítette, másik kettő, a Mamut meg a West End, amik viszont az egyik a Moszkva téren, másik meg a Nyugati téren van. De csak azért, hogy egyensúly meg legyen, ne reklámozzuk egyik plázát se a többi kárára. Ki szeretne? Nem meglepő talán, hogy fordítva látja az ember. Én azt gondolom, hogy óriási lehetőséghez jutott a város, például ezen is keresztül, hiszen a városközponti elhelyezkedés azért volt fontos ebben a helyzetben, mert létrejöhetett ez a bizonyos intermodális csomópont, amely végre egy központba, egy földrajzi gócpontba hozta össze a vasúti közlekedést, az autóbusz közlekedést, a gépkocsi közlekedést és a gyalogos közlekedést is most már, hiszen van végre érnek egy sétáló utcája, ami igénybe vehető. Egy olyan típusú város vagyunk, és egy olyan típusú város szerkezettel rendelkezünk, hogy a város társadalmának az öme az ingázik Budapest és Érd között. Nagyon fontos tehát, hogy legyen egy olyan elérhető csomópont, amit az ember meg tud közelíteni akár a saját gépjárművével, amit elhelyez mondjuk a P+R parkolóba, majd utána egy korszerű körülmények között most már, hiszen remélhetőleg minél hamarabb szolgálatot teljesített itt Érd Budapest vonatkozásban az új motorvonat, kulturált körülmények között be tud utazni Budapestre, és ezt össze tudja kötni esetleg egy vásárlással, vagy pedig más közfunkciókat is igénybe tud venni. Szerintem ez a beruházás sorozat, ami ott megvalósult, ezt az igényt kielégíti, és hát egyébként meg nem kellett szövekelni ennél az egy teleknél, lehet tovább menni, tehát a városközpont egy jóval tágabb terület, kellett, hogy legyen egy olyan zászlós hajó, ami vonza maga után ezeket a beruházásokat, és remélhetőleg ez a hatás, ez el tudja érni azt, hogy potenciális beruházók, új beruházók nem csak önkormányzati területeket, hanem például régi szlömös magántulajdonban lévő házakat is ki tudnak majd vásárolni. Tehát egy jóval szélesebb az úgynevezett akciórádiusz ennek a belvárosnak, el tud indulni a fejlődés. Én tehát ezt gyökeresen másképp látom. Ezzel Érd egyébként szerintem büszkélkedhet is, nincs az országban még egy ilyen funkcionális csomópont. Az egész persze akkor fog teljes egészében megmutatkozni, amikor átalakul az elővárosi vasúti közlekedés is, hiszen eredményes volt az a városi lobby, amelyik a MÁV irányában azt kérte, hogy a kohéziós alapból elnyert uniós pénzeket itt fektesse be Érdem. Ez a legnagyobb agglomerációs település, 60 ezeren lakunk itt, és nagyon sokan Budapestből élünk. Ez tehát célt ért, és éppen ezért a fejlesztéseknek a fókuszpontjába most tehát ez a város került. Vágáncsere, állomásrekonstrukció és új motorvonatok, valamint hát teljes egészében egy új típusú elővárosi közlekedés valósulhat meg. Tehát én ezt hozzátenném. Hozzátenném azt is, hogy az a városi lobby is eredményes volt, ami a közúti aluljárónak a kiépítését célozta meg.
megfejelve ezt ugye egészen azzal, hogy az egész kap egy tetős borítást, egy Ferenciek teréhez hasonló funkció fölé, egy sétateres, üzletsoros megoldást fogunk láthatni, ha minden jól megy Érd központjában. Tehát Érdi központ az tágulni fog, növekedni fog. Nyilvánvalóan az egy szerencsétlen helyzet persze, de hát erről nem tehet senki, hogy Érdnek tulajdonképpen a központja az úgynevezett periférián helyezkedik el, hogyha földrajzi szempontból nézem, tehát nem a város mértani középpontjában található a központ. Éppen ezért kell nagyon fontos hangsúlyt fektetni az alcentrumok, az alközpontok fejlesztésére is. Ennek az első állomása mi más lehetne, mint a BEM tér, amelyik a legtávolabb fekszik, hiszen a parkvárosiak nagyon kevés esetben veszik a fáradtságot, vagy hát teszik meg azt, hogy lejönnek ide a központba. Nagyon sokan ott közülük szinte Budapestből élnek, és ezen változtatni kell, és érdemes is változtatni, azt gondolom. Azt említett, hogy lehet, hogy majd ilyen építkezők ki tudnak vásárolni magánházakat is. Hát, ha csak úgy nem járnak, mint a BEM téren akadt első kísérletező beruházó, hogy aztán végül is olyan árai lettek a magántelkeknek, amitől elállt. Aztán Diósdon kétszer annyiért vett telket, mert ugye ott liciten vette, de hát az a volt a legdrágább telek, amit megvetett. No, az előbb akartam pont ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban, hogyha most megpróbálom egy kicsit sarkítani, és mindkettőjüket a másik szemével nézni, akkor mintha úgy tűnne, hogy az egyikük azt mondja a másikról, hogy ő minden áron és minden áldozat ellenére fejleszteni akar, míg a másik azt mondja a másikra, hogy minden áron és minden áldozat ellenére őrizni akarja a vagyont. Cáfoljanak meg, ha nem így, így van. Nem egészen így látjuk a kérdést. Ezért mondtam. Hiszem, fejlesztés kell. És amint az első hozzászólásomban mondtam, örülünk is bizonyos fejlesztések megjelenésének. De felnőtt ember módjára felelősen kellene megtenni. Mert most ebben a rövid időszakban egy nagyon szép látványos fejlődés történt, talán nem véletlen, hogy választási időszak előtt, viszont majd a jövőben is élni kell, és a városlakóknak a jövőben is boldogulniuk kell valahogy. Kérdezem én, miféle életminőséget garantál az a városvezetés a városlakóknak, akinek megengedi és lehetővé teszi, hogy lejöjjön McDonald'sba, de le nem jut, mert nincs hozzá rendes út. Akinek meg fogja tenni azt, hogy sportcsarnokot épít, őrült drágán, erre majd külön rátérhetnénk, de közben pedig nem lesz pénze sportcsarnok jegyre, mert gyógyszerre kell költenie, hiszen mondjuk a Kőporos utcával szilikózist kapott, ez egy végtelenül nagyon-nagyon eltolt beruházási irányvonal volt véleményem szerint leköporozni az udakat. Ellenőrizhetetlenül ömölt ki egy csomó pénz, ugyanis senki nem tudja ma, hogy hol deponáltak mennyi kőport, ki vitt abból el, hova vitt abból el, semmiféle elszámolás nincs, se tonnára, se forintra. Úgyhogy adott esetben még visszaélések is lehettek, feltételezhető. Nekünk az a véleményünk, hogy egy arányos, harmonikus fejlődést kellett volna megcélozni, méghozzá olyan alapon, hogy a város gazdálkodik. A városnak még ma sincs távlati gazdálkodási koncepciója. Adhok szerűen fogunk egy telket, eladjuk. Idén eladtunk 600 millió forintért telkeket. Mellesleg el lehetett volna adni sokkal többért is, de ezt nem azért mondom, hogy adjunk el mindent, akár többért is, hanem a következőt. Mondtuk mi, már a jelenlegi ciklus elején kormányzatit akartam hirtelen mondani. Hát helyi önkormányzatról van szó, tehát ilyen értelemben helyes. Hogy készítsünk egy távlati gazdálkodási koncepciót. Érdnek van egy nagyon komoly ingatlan vagyona, én hoztam volna erre olyan vállalkozót, banki beruházót, aki ezeket hitelfedezetül elfogadta volna, és rendkívül kedvezményes hitelt adott volna, kamatú hitelt adott volna érte. És annak alapján megkezdhettünk volna olyan beruházásokat, amelyik aztán hoz valamit, mondjuk valamivel többet, mint a kamattervünk. És akkor fölfelé ívelnénk, nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is. Ez azért, hadd fűzzek annyit. El kellett indítani a városfejlődését mindenféleképpen. Akkor, amikor valaki kezd egy új fordulatot, akkor az elején vagy hitelt, vagy egyéb más rizikót felvállal annak érdekében, hogy ez a folyamat beinduljon. Tudni, ha ez beindult, akkor ez a későbbiek során ugye bevételeket is fog jelenteni. Közvetlen bevételeket az adóbevételek formájában, és haszna abban is megnyilvánul, hogy ha egy
jónak látszó és egy jó eredményű folyamat már a városon belül megindult. Tessék megnézni, a volt Elmi udvar területén bankok jelennek meg, és így tovább. Ezek gerjesztik azokat a komoly nagy vállalkozásokat, amelyek megítélésünk szerint az elkövetkező időszakban a város bevételeit növelni fogják. Mi komoly hátrányban vagyunk, mint egy tucat évvel később kezdtük azt a folyamatot, amelyet emlegetett például Budaörzs elkezdett korábban, és az ő első pár lépésük sem olyan egyszerű volt, mint amilyennek az most látszik. Ezt nekünk kellett most ebben a ciklusban mindenféleképpen felvállalni. Tudjuk, vannak a város szélén is összefüggő nagyobb területeink, de a Tesco után majd feltehetően a mások is ezeket fogják választani, de indulásképpen magát a centrumot is olyanná kellett változtatni, amely hát a városnak képet ad mindenféleképpen egy valamilyen arculatot, amellyel az előbb említett vállalkozásokat, pénzintézeteket ide lehet hozni. Szóval az a helyzet, hogy sok aggodalmat én el is tudnék fogadni. Ha mondjuk azt képzelitek el, hogy mi egy depressziós térségben helyezkednénk el, mondjuk nem akarom bántani a Békés megyéket, de mondjuk Észak-Békés megyében lennénk valahol ezzel a 60 ezer fővel, ahol tényleg az ember nem alapozhatna arra a gazdasági fejlődésre, ami ennek a térségnek a sajátja, akkor nyilván az ember jóval visszafogottabb lenne, jóval kevésbé lehetne bátrabb a különféle befektetéseknél. Én azt gondolom, hogy ért helyzete megengedi mindazt az optimizmust, ami egyébként fakad a városnak az elhelyezkedéséből is. Nem véletlenül hivatkozunk unosuntalan arra, hogy három autópálya vesz körül minket, vasúti csomópontok szelik át a város központját, és itt van mellettünk egy nemzetközi folyam, a Duna is. Tegnap tárgyaltam éppen Szekszárdon Kocsis Imre Antallal, a szekszárdi polgármesterrel. Van egy elképzelés, ami nagyon szeretném, hogyha a nemzeti fejlesztési terv második részében testet ölthetne, célként felelhető lenne benne, ez pedig az Alsó-Dunavölgyi gazdasági együttműködés, egy olyan gazdasági folyosónak a megnyitása, ami pont innen tőlünk ered. Tehát Budafok, de inkább Érd és Százhalombattán keresztül Dunaújváros, szintén egy jelentős ipari centrum, és így tovább le, Paks, Szekszárd és Baján keresztül egészen az ország határig. Itt a Duna, illetve az M6-os autópályának a megléte, az egy dinamizáló lehetőséget jelent. Egy olyan eszközt, amelynek a segítségével egyre több és több befektetőt hozhatunk ide. Én azt gondolom, hogy például a leendő M6-os mentén Érd áll a legjobban abból a szempontból, hogy szerintem megtehetjük azt, hogy válogathatunk is az itt letelepedni kívánó vállalkozók, nagyberuházók között. Nem véletlenül mondja mindig az SZDSZ, hogy ez a város jövőjének a kulcsa, az M6 és a körülötte lévő kiaknázatlan területek. Félreértés ne essék, nem acélipari nagy beruházásokat akarunk itt látni, környezetszennyező kéményeket, hanem hát most csúnya szót fogok használni, hogy nyilván az ember legjobban a high-tech ipar megtelepedésének örülne. Olyan típusú ipar megtelepedésének, ami nem szennyezi a környezetet, sok-sok munkahelyet ad, remélhetőleg képzett munkaerőnek itt helyben, diplomásoknak és szakmunkásoknak egyaránt, valamint hát hozzá tud járulni ahhoz, hogy ne változzon meg azért alapvetően a városnak a kertvárosi szerkezete. Ez egy érték, amit meg kell tartani, és a lakóházak környékében ezt, vagy hát ahol a lakóházak helyezkednek el, ott ezt erősíteni is kell. Tehát egyszerre kell az üres területeken nekünk helyi gazdaságot, erős helyi gazdaságot teremtenünk, másrészt pedig egy olyan karaktert adni a városnak, ami tényleg ilyen fiatalosság, kertvárosi jellegűvé teszi. A tetejében itt van ugye az óvárosi rész, aminek a fejlesztése, a fejlesztés sorozata akkor fog igazán nagy lendületet kapni, amikor az első nagy beruházót meg tud jelenni. Én kíváncsian várom, hogy például az M6-os építése kapcsán egy olyan beruházás létrejön majd ott, amit a helybéliek, az ott élők is elfogadnak, az óvárosiak. Nagyon örülnék, ha lehetne egy ilyet találni. Tehát én azt mondom, hogy lehetünk optimistábbak, belevághatunk nagyobb ívű vállalkozásokba, mert a tetejében még segít minket az is, hogy megyei jogú város lévén nőtt a város lobby ereje, emiatt pályázatokon talán jobban tudunk majd szerepelni, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy a következő ciklusnak a legnagyobb kihívása az nem más lesz, mint a város teljes körű és átfogó csatornázása, amiről el kell kezdenünk majd beszélni. Az önrésznek a kiváltása hogy fog történni? Besegítenek nekünk Budapest például, és így tovább, és így tovább, és amit Kádár Kenese említett, az szintén nagyon fontos, de hát ő maga is tudja, hogy
nem mással, mint egyébként az ellenzéki oldal egy jeles képviselőjével, Balsa Istvánnal karöltve csináljuk azt a városstratégiát, amely Székesfehérvár és Budaörs példáját tartja szem előtt. Annak a két sikeres városnak a példáját, amelyet egyébként egy konzervatív politikai formáció az egyik oldal, a másik, meg egy liberális vezetés indított el, és tényleg szerintem mind a két város esetében sikerre halmozott. A feladvány ugyanaz, tehát az autópálya közelségét kihasználva fejleszteni a várost úgy, hogy az ott élő 60 ezer embernek jó legyen. Rendesen jelentkezik, de Segesdi János előbb jelentkezett, szólaljon meg ő is. Mert azért jegyzetelt is. Már ráadásul régebben volt, aki megszólalt. Itt az a probléma, hogy gyakorlatilag kapkodunk, mint Bernát a ménkübe. Tehát megcsináljuk az intermodális utazási lehetőséget, fejlesszük, mert 35 ezer ember jár el Érdről dolgozni. De egyébként pedig ugye nagy beruházásokról álmodozunk az M6-os mellett, hogy az emberek itt dolgozzanak. Tehát egyszer végre már ténylegesen azt, amit alpolgármester úr az előbb említett, elő kellene venni azt a kis írományt, amit a Balsai úr segítségével gyakorlatilag az itt dolgozó szakmai munkatársak, civil szervezetek és az érden élők összeraktak. Mert végül is ő csak koordinálta ezt az egész munkát, és mindig minden egyes alkalommal megköszöni azoknak az embereknek, akik ebbe a tudásukat beleteszik. Egyszer végre tudomásul kellene venni, hogy egy 60 ezer lakosú város, amelyik 35 ezer emberrel csökken le minden nap reggel, az soha nem egy fejlődőképes város. Fejlődőképes város akkor leszünk, hogyha ennek a munkabíró rétegnek a nagyobb része itt fog dolgozni, itt fog termelni. Hallottunk, ugye egyszer már elment a hajó a csatornázással, most majd megígéri a jelenlegi vezetés, hogy majd 2010-től majd megint lesz ez, hogyha akkor sem, akkor majd még egyszer meg fogja ígérni, de ezzel nincs semmi gond. Végül is olyan szegény ember nincs, hogy ne tudjon ígérni. Tehát alapvetően tudomásul kell venni, hogy a főváros akkor sem segített minket, amikor a csatornázási programnak először nekifutottunk, és ezután sem fog segíteni, hiszen a főváros a saját érdekeit képviseli teljesen jogosan. Nekünk is a saját érdekeinket kellene képviselni. Akkor, amikor megnövekedett bevételekről tárgyalunk, azt kell mondjam, hogy már két átiratban ugye megnéztük a költségvetési koncepciót, amik ugye általában nagy volumenű dolgokat nem tartalmaznak, de azért a pénzügyi szakemberek leírták, hogy annak ellenére, hogy ilyen ugrásszerű volt a betelepülés, az adóbevételekből származó többletjövedelemmel nem lehet számolni. Tehát akkor én mindig nagyon örülök annak, hogyha óriási fejlődés van, és elmondhatjuk az idegen tollakra, hogy azt egyébként majdnem mi növesztettük, csak éppen nem rajtunk nőtt ki, de semmi közünk hozzá nincsen, és ráadásul még hasznunk sincs belőle. Tehát azon kívül, hogy mondjuk a napnak két időszakában, jelen pillanatban, Érd központjában nem lehet közlekedni, azon kívül ugye egy bizonyos rétegnek van haszna abból, hogy bizonyos beruházások megtörténtek. A városnak nem. Tehát tudomásul kell azt venni, hogy most egy kirakat készült, ugye ismerjük azt a történetet, amikor a feltámasztott falakkal gyönyörű szép kis falvakat építettek bizonyos területeken, és hogyha véletlenül valaki a fal mögé nézett, ott bizony kátyúk, sártenger, fejlesztés hiány és minden más látszik, és ezzel csak és kizárólag az a probléma, hogy az esetleges fejlesztésre szükséges pénzt már réges-régen elköltöttük, hiszen betábláztunk évi 450 millió forintot 20 évre. Most azt kérem, hogy nagyon röviden Kádár Kenese és Varga László, aztán áttérünk egy kicsit, mert kevés időnk van már a 2006-os szóval én azt hiszem, igen, hogy leragadtunk nagyon ezeknél a stop-shop meg egyebeknél. Én két dolgot szeretnék megragadni, és feljegyzettem itt, amit Varga tanár úr mondott, illetve Csőzik alpolgármester úr. Varga tanár úr megemlítette ugye, hogy bevétel származik ezekből. Azt hiszem elfelejtkezik arról, hogy egészen rövid időn belül megszűnik az iparűzősírdó, mint olyan, és akkor nézhetjük ezt a bevételt.
A pályázatokat említette Csőzik alpolgármester úr, ez nagyon helyes lenne, és ezzel mi is egyetértenénk. A város jövője itt van, hiszen a felzárkóztatási alap igen kedvezően adna pályázati pénzeket, hát szélsőségesen jó esetben akár 10% önrészsel is. De hol lesz itt önrész? Eladtunk idén 600 millió forint értékben telkeket. Eladtunk 350 millió forintban értékpapírt. És ezzel együtt ismétlen megint hogy állunk? Körülbelül 900 millió a város hitelegyenlege negatívumban, és körülbelül 600 millióval tartozunk vállalkozóknak. Közöttük már 60 napot meghaladó, sőt 90 napot eléről is hallottam. Ha ezeket mi kiegyenlítjük, mert előbb-utóbb ki kell egyenlíteni, hol van itten alap pályázatra? Ez a mi fő problémánk, hogy aránytalan ez a fejlődés, ezt én elismerem, nagyon szép, hogy itten bizonyos dolgok épültek, de aránytalan. Ez a fő probléma, és nincs a városnak ilyen formán jövője. Marga László? Nagyon röviden arról, hogy ugye itt most elhangzik az, hogy ez sem történt, az sem történt, amaz sem történt. Ugye Patyomkin falváról beszélt Segesdi képviselőtársam. És ugyanakkor a másik oldalról, hogy ez is hitel, az is hitel. Kérem szépen, ahhoz, hogy az utat le lehessen gyalulni, ahhoz, hogy egy szivárogtató árkot meg lehessen csinálni, a ránk szakadó tizenvalahány év óta meg nem lévő esőmennyiséget el lehessen vezetni, ahhoz pénzre van szükség. Én továbbra is úgy gondolom, és azt hiszem, ez járható út. Nem feléltük a jövőnket, szó se róla. Megteremtettük a jövőnek azt a lehetőségét, hogy az működőképes várost jelentsen. Hogy most 30-valahány ezer utazik naponta, ez egyik napról a másikra nem fog itt munkát találni, mert akkor azt mondják, hogy gyárkémény, hogy barnaváros, hogy oda a kertváros jellege. Ez egy folyamatos fejlődésnek lehet az eredménye, hogy azokon a területeken, amelyekről Csőzik képviselőtársam, alpolgármester úr beszélt az előbb, a 6-os út, az M6-os és a 6-os út megépítése után felértékelődő területeken majd találhatnak munkát, de ez csak csökkenteni fogja ezt a dolgot. Tehát én úgy gondolom, hogy ha nem iparűzési adónak fogják nevezni, akkor is az adott településre az ott termelők igenis pénzt fognak juttatni. Az adóról elmondottakat meg valahogy nem értem, engem másképpen tájékoztattak, minden egyes számlát nem ellenőriztem, tudomásom szerint folyamatosan növekedett a városadó bevétele. Erről ennyit. Lehet, hogy a koncepciót elővezető szakemberek tévedtek a leírt anyagban. János, amit te idézel, az azt tartalmazta, hogy tartós növekedést ebben nem várhatunk. És úgy fogalmaztál az előbb, jelentős hogy az előzőekben nem növekedett. Hát az előzőekben növekedett, ez természetesen vég nélkül nem megy, mert akkor 200-300-600 ezeres Érdvárosáról kellene beszélni természetesen. Nyakunkon van 2006, sőt már benne vagyunk. Egyik, ami eszembe jut erről az, hogy önök itt négyen Érdváros utolsó önkormányzati képviselőtestületének a frakcióvezetői. Önök az utolsó képviselőtestületnek a frakcióvezetői, mert megyei jogú városnak már közgyűlése van. Igen. Tehát nem képviselőtestülete. Ez az egyik. A másik az, hogy időközben ugye megtudtuk, hogy ez az aluljáró koncepció ez elindul, ami nagyon jó lesz, ha kész lesz, csak addig lesz márciustól kezdve számítva 12 hónapunk, legalább egy évünk, amíg le lesz zárva a teljes város közepe, és közben még a másik átjárulna meg körforgalomépítés is kezdődik, tehát kiváló lesz a közlekedés a városban. Most mindezek mellé kell még egy költségvetést is alkotniuk önöknek, aminek már egy koncepciója van, de mint annak idején Csőzik Lászlóval éppen ebben a stúdióban beszélgettünk, az még csak a vágyálmok felsorolása, ugye. Hát, milyen lesz a 2006-os költségvetés? Hát én remélem, hogy olyan lesz, ami kellő eszközállományt tud majd adni ahhoz, hogy tudjuk folytatni mindazokat a fejlesztés sorozatokat, amelyekhez hozzákezdtünk. Én azt gondolom, hogy nem spórolható meg, és kezdem most az akut problémákkal, a felszíni vízelvezetés rendezése. Jó hírre tudok szolgálni persze, hogy a belügyminisztérium majdnem 100 millió forinttal, 80 millió forinttal segített meg minket a Viszmajor keretből. Hál' Istennek ezen keresztül tudtunk felszámolni jó néhány akut problémát, meg egy-két eseti fejlesztés történt, és épp most a napokban indul meg a 6-os 7-es csomópontnál Érdliget
hát én úgy hívom, hogy felszabadítása a felszíni vizek alól, hiszen megtörténik egy rendezése, a sok-sok csapadék vizet megpróbáljuk átvezetni a túlsó oldalra, a Borra-patakhoz egészen. Tehát vannak ezek az akut problémák, amelyek most a megváltozott klímával kapcsolatban törtek felszínre. Ezek új prioritást jelentenek, ezekre oda kell figyelni, jóval inkább, mint korábban. Folytatni szeretnénk a járda és útépítési programot, koncentrálva az aszfaltozásra hangsúlyozottan, és lehívva ismét az 1 forintért 1 forintos pályázatot. Ugye ennek a megnyert összegből még hiányzik a Riminyáki útnak a teljes rekonstrukciója. Ez azért is lenne fontos, mert nagyon balesetveszélyes útszakaszról van szó. Ezt tavasszal fogjuk teljesíteni, és ezzel párhuzamosan a két nagy körforgalom is elkészül, a 2-5-ös csomópont a Bethlen-Vörösmart, illetve a tárnoki Riminyáki körforgalom, amelynek a tervei rendelkezésre lesz egy 5. ága, ha minden igaz, az egyik Bor utcába. Azért tituláljuk most már azt is 5-ágúnak. És hát ezen kívül persze a 15 km aszfalt, ami most már penzumszerűen kell, hogy folytatódjék, és minden választókerületben egy-egy kilométert felvonultatva folytatódni fog. Én nagyon bízom benne, ugye ez konkrét ígéretként az ember felelősen nehezen tudja elmondani, nagyon bízom benne, hogy sor kerülhet egy újabb iskola bővítésére, rekonstrukciójára, ez a Gárdonyi Géza általános iskola lenne az elképzelések szerint, és hát természetesen állunk elébe, hogy valamikor a nyár végén megkapjuk a megyei jogú városi címet, amely egyébként plusz bevételekkel is jár a városnak. Döntően ezért nem is küzdöttünk. Érte? Hát dehogy nem. Hanem egy módosító indítványnak köszönhetően az önkormányzati választások kitűzésének a napján lép hatályba, ami valamikor a nyár végén lesz, azért mondom, éppen hogy nem azért, tudható. Éppen azért, mert már közgyűlési választást kell kiírni, és tudomásom szerint. Némi plusz bevételből keletkezik, de ez majd a 2007-es esztendőktől kezdődően érezteti hatását. Tehát én persze azt várom a költségvetéstől, hogy rendezze a gazdálkodási helyzetet is, tehát kerüljön azért egyensúlyba a vagyoni helyzetünk. Az ingatlan eladásoknál például egy észszerűbb rendet kell alkotnunk, ezzel mindenképpen szembe kell néznünk, és el kell mondani bizony férfiasan, hogy itt sokkal nagyobb fegyelemre és ütemezett eladásokra van szükség, és meg kell nézni bizony azt, hogy mikor mennyi pénz folyik be a város kasszájába. De összességében azt lehet mondani, hogy a fejlesztések sorát azt egy nagyobb ütemre tudjuk kapcsolni, és hát itt van az ellenzék által sokat károsztatott legnagyobb fejlesztés a városnak, a sportcsarnok és uszoda, amelynek az átadása szintén valamikor a megyei jogú városi cím megadásával egy időben zajlik majd nyár végén feltehetően. Úgyhogy a 2006-os év az ennek jegyében telik. Van két olyan bónusz, ami már nem rajtunk múlik, hiszen amit eddig tehettünk érte, azt megtettük a lobbival. Az egyik ilyen a Diósdi úti vasúti csomópontoknak az átvágása, a közúti aluljáró megépítése, amit a MÁV egyébként EU-s pénzek jóvoltából tavaszra ígér. A másik ilyen nekünk ígért beruházás a GKM jóvoltából az M7-es csomópontnak az átépítése és bővítése, ahol szintén, bár most jöttem a rendőröknek köszönhetően, normalizálódtak az állapotok az elmúlt napokban, de nagyon balesetveszélyes helyzet alakult ki, hiszen a 7-es út még mindig lezárva található, és egy régi városi óhaj teljesülhet azáltal, hogy a BEM térés környéke így módon tud rendeződni forgalmi szempontból. Tehát ezt a két állami úgynevezett ajándékot várjuk, erre vonatkozóan konkrét ígéreteket kaptunk össze, én bízom benne, hogy ezek teljesülni tudnak. Nagyon kevés időnk maradt már. Igen, nagyon sok szép dologról beszél itt az alpolgármester úr, de a költségvetést megalkotás illetően az egyik leglényegesebbről nem. Egyensúlyi költségvetés létrehozható a jövőre. Erősen aggódunk, hogy nem, mert túlköltökezett a város, adósságokban fuldoklik a város, és még egy nagyon lényeges kérdés. A szocialista SZDSZ-es többség támogatásával az elmúlt időszakban egy csomó projektet szavazott meg a testület. Ígérvények halmazában fürdünk, körülbelül háromszorosan túl van ígérve a jövő évi bevételi forrás lehetőség. Nem tudom, hogy lesz ebből megvalósítva valami. Gyanítom, hogy a következőről van szó. A választási év közeledik, ígérjünk nagyon sok szép, gyönyörű, látványos dolgot, hát hogy majd mi valósul meg belőle. Először is az, amit majd mi, pontosabban a polgármester és köre fog jónak látni, ugyanis azt látjuk másik aggálynak, hogy az utóbbi időben a demokrácia bizony hiátust szenved. Egyszerűen úgy érzékeljük, hogy az SZDSZ-MSZP többség erőből keresztül visz mindent. Olyanokat is, amik sajnos nem törvényszerűek. És ez nagyon-nagyon súlyos hiba, és nagyon aggasztó. Csegesdi János? A
következőt. Ugye az előbb itt óriási fejlesztések és előrelépések hangzottak el, és tervek, hogy miket szeretnénk megcsinálni. 600 millió ki nem fizetett számlánk van. Több mint 700 millió forint az, ami hitelkeretet az előző évben kimerítettünk. Az intézmény hálózatunkra a 2005-ös évben 50 millió forint fejlesztési pénzt különítettünk el. Tehát az, ami alapvető ellátási feladata a városnak, az, hogy a megfelelő létszámú oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb más helyeket, ellátási formákat biztosítsanak, azok gyakorlatilag csak ebben a két esetben, ha összeadjuk, az durván 1,3 milliárd forintot tesz ki, ami most már gyakorlatilag a következő év költségvetését fogja terhelni. Akkor, amikor 8 milliárd forintos a költségvetésünk. Tehát ezek nagyon szépen hangzanak, és nagyon jól, tehát én is, hogyha azt nézem, hogy hitelből mi mindent tudok vásárolni, csak hogy nézzük meg, az egyszerű állampolgárok a következőt látják, vehetek föl ingyen hitelt, a bankok úgy nyomják ránk a hitelt, ahogy akarjuk, vegyünk tévét, vegyünk autót, vegyünk házat, mindent ingyen be lehet kapni, és 3 hónap múlva elveszítik mindenüket. Itt tartunk most ebben a városban, föléltük a tartalékainkat, 3 év alatt gyakorlatilag az ingatlan vagyonunknak a fele elfogyott. Az ingatlan gazdálkodás az nem ütemezett vagy ész nélküli eladásból áll, hanem gazdálkodásból áll. Tehát az ingatlan vagyonunkat úgy kellett volna csereberélnünk, hogy vagy minőségben jobb értékű telkeink legyenek, és ezzel tovább tudjunk variálni, vagy pedig alacsonyabb értékű, de sokkal nagyobb területeink legyenek, amire mi mondhatjuk azt, hogy az a miénk, és nem biztos, hogy az eladás az egyetlen használható módja a dolognak, hiszen megvannak azok a konstrukciók, bankok és egyebek millió egy helyen gyakorolják, csak bérletbe kapják meg a területeket, sőt az épület értékét is utána gyakorlatilag visszaadják a városnak, amennyiben lejár a bérleti szerződésnek a vége. Tehát tudomásul kell venni, hogy a város jelen pillanatban nem gazdálkodik, hanem feléri a jövőjét. Varga László. 3 éve mondja a képviselőtársam azt, hogy 3 hónap múlva vége a dalnak és viszik a televíziót. János, lényegében ugyanezt mondtad az előző alkalommal is. Vitathatatlanul nagyon odafigyelve kell tenni. Vállaltunk is fel bizonyos rizikót, de én úgy gondolom, hogy ezt mind azért kellett felvállalni, hogy elindulhasson a fejlődés. És mivel látszik, hogy elindult, én innentől kezdve nyugodt vagyok azért, mert az előbb elmondottakat nem részletezve, megismételve, ez fogja hozni a bevételeket megítélésem szerint, és erre támaszkodva fejlődhetünk a továbbiakban is. Mindannyiuknak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtak meghívásokat, és elmondták véleményüket a 2005-es és 2006-os évről. Kedves nézőink, hát meg nem lepődtünk, mert ugye a várost vezető két párt frakció vezetője pozitív van, a két ellenzéki frakció vezetője pedig bár egymástól kissé különbözően, de mindketten negatívan ítélték meg az előző év történéseit, és a derülátási faktor is hasonlóképpen viszonyul a következő évhez. Viszont önöknek meg itt a lehetőségük, hogy maguk eldöntsék, hogy ezek alapján, amik itt elhangzottak, önök hogy látják Érdváros jelenét, illetve jövőjét. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, Ütköző című műsorunkat látták. Viszontlátásra!